azt gondolom, hogy a hátunk mögött hagyott egy év az egy komoly év, közös eredményekkel tett, és mindenképpen fontosnak tartottam, hogy itt a közgyűlés nyilvánosság előtt röviden számot adjak ezekről a közös eredményekről, mivel hogy egy országgyűlési képviselő, egy választott tisztségviselő, a választópolgároktól kapja alapvetően a bizalmat, ezért mégis tartozik elsősorban elszámolással. Közös eredményekről van szó, hiszen az országgyűlési képviselő feladata és munkája az nem egy egyszemélyes történet, hanem nagyon sokan segítik a munkáját, és az eredmény, amiket elérünk, azok közös eredmények a helyi választópolgárokkal, a helyi testületekkel, polgármesterekkel, civil szervezetekkel és helyi vállalkozásokkal. Én azt kérem önöktől, amikor röviden most ismertetem a teljesség nélkül a legfontosabb közösen elért eredményeinket, hogy úgy tekintsenek erre, hogy ez egy év eredménye, és hogy a mi mandátumunk, az én mandátumom az négy esztendőre, négy évre szól. Amikor belevágtunk ebbe a feladatba, akkor tudtuk azt, hogy gyakorlatilag lesznek olyan vállalások, amelyek beleférnek ebbe az egy éves munkába, és ez sok esetben meg is valósult. Voltak olyan feladatok, amikor azt gondoltam, hogy bele fog férni ebbe az egyéves munkába, de sajnos nem fér bele. Ezen nyilvánvalóan későbbiekben is dolgozni fogok, hogy meg tudjuk ezeket valósítani. És voltak olyan vállások, amelyekről pedig biztosan tudjuk, hogy nem fognak beleférni egy évben, mert ezt négy év alatt vállaltuk ennek a megvalósítását. Most a legfontosabb egri eredményekről tájékoztassam önöket. Nyilvánvalóan az első pont, amiről szólnom kell, az a Modern Városok Program keretében Magyarország kormányával kötött megállapodás, amelyet a miniszterelnök úr és polgármester úr itt ebben az épületben gyönyörűszép több mint 100 éves városházi tisztelmében írtak alá. Ez egy nagyon fontos eredmény, gyakorlatilag egy 50 milliárdos fejlesztési csomagról van szó. Mert a legfontosabb pontja azt gondolom, az egyáltalán az M3-as autópályával összekötő kétszer kétsávos út, ami egy szimbolikus dolog, hogy a város még inkább bekapcsolódik az országos értelmezésbe. Ez egy nagyon régi ígéret, tudom, hogy nagyon sok országgyűlési képviselő, nagyon sok kormányzat dolgozott azon, hogy ez megvalósuljon, de végül is most várjuk ez majd realitássá. A másik fontos pont, amelynek a megállapodásnak része, az egyik várnak a felújítása, azon egyik vár felújítása, mert ugye nem olyan régen lett nemzeti emlékhelye, az országgyűlés nemzeti emlékhelyét nyilvánította az egri várat. Természetesen szívünkben és lelkünkben eddig is nemzeti emlékhely volt, most már hivatalosan is egy magasabb kasznak lett a tagja. Tehát a vár felújítása, amely magában foglalja a Dobó István korábbi lakóhelyének, a provizori palotának a fölállításának, illetve Magyarország legnagyobb középkori székesegyházának főhomlokzati helyreállítása. Sikerült megállapodni a kormányzattal abban, hogy itt tud létrejönni az országban a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ. Ami még fontos megállapítása ennek a szerződésnek az, hogy digitális városi szintjén létre tud jönni városunkban, hiszen a modern városokról beszélünk, akkor az ilyen típusú digitális fejlesztések nélkül akárcsak az önkormányzati intézésekre gondolok, az nem elképzelhető. Tehát ennek az egy évnek az nagyon fontos közös eredménye, és az előttünk álló életnek egy nagyon fontos feladata, hiszen ezeket a fejlesztéseket gyakorlatilag hiba nélkül és minden határidőt betartva kell majd megvalósítanunk, ami nem lesz egy egyszerű feladat, és ezen kérlek majd mindenkinek a segítségét, illetve a támogatását. Az is fontos eredmény az elmúlt egy évnek, hogy a tavalyi esztendőnek a végén rendkívüli támogatás keretében több mint 600 millió forintot kapott a városunk. Nyilvánvalóan ezt majd helyi fejlesztésekről lehet szintén felhasználni. Szimbolikus és fontos előrelépés, hogy a város történetében először meg tudott állapodni hivatalosan a fővárossal, Budapesttel, Habis László polgármester úr és Talmos főpolgármester úr állítanak egy együttműködési megállapodást a két város között, amelyik minden a megállapodás mind a két város képviselő testülete gyakorlatilag döntéssel erősített meg. A megállapodás tehát megvan, és rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki ebből a megállapodásból. Én arra biztatnám önöket, hogy álljunk bele ebbe a dologba, és lehetőség szerint minél eredményesebben tudjuk majd ezt megvalósítani. Új autókat kaptak a rendőrök, ez szintén fontos előrelépés, hiszen a közbiztonság és annak a megóvás javítása az szintén nagyon fontos közös feladatunk, és ezzel engedhetetlen az, hogy megfelelő infrastruktúrális feltételek legyenek adottak lehetőségek. A külpiacokon is erősíteni kíván városunk, Eger delegáció tárgyalt a
külügyi és kutatósági miniszterrel, Habis László polgármester úr, a főiskola kancellára, Csató Csaba, valamint Lőrinc György borászok képviselőjével vett részt ezen a külügyminisztériumban tartott tárgyaláson. Én bízom benne, hogy ezen megállapodás szintén hoz majd eredményeket az előttünk álló időszakban. A kulturális kormányzat szintén egyik bölcs döntése volt az, hogy ebben az évben Eger városa lesz az országos központja a múzeumok éjszakája rendezvénysorozatnak. Bízom benne, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy minél több turista látogasson a városunkba, és minél több vendégészakát töltsenek el itt Egerben. Most teljességében erről azt gondolom, az elmúlt egy év legfontosabb közös eredményei azok ezek. Én országgyűlési képviselőként hiszem a két oldalú párbeszédben, tehát folytassunk párbeszédet a választópolgárokkal. Ezért ennek az országgyűlési beszámolónak a hátsó oldalán található egy kérdői. Valójában ez egy fejlesztéspolitikai konzultáció, hiszen a települési és területfejlesztési operatív program keretében több mint 11,9 milliárd forint áll majd rendelkezésünkre egy Eger városában, hogy azt értelmes és jó előremutató fejlesztéseknek fordítsuk. Én erről kérdezem a választópolgárokat, hogy az egyre lakóhelyükön mi az, amit leginkább fejlesztenek. Úgyhogy arra kérném a választópolgárokat, hogy olvassák el ezt a kérdélet, töltsék ki, és küldjék vissza az megtehető papír alapban az országgyűlési képviselői beszámolóban, valamint interneten is kitölthető a nyitraizsolt.com. Természetesen nagyon sok még a tennivalónk, és nagyon sok a közös feladatunk, nem dőlhetünk hátra a következő három évben, három esztendőben sem. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt egy évben segítette a munkámat. Polgármester azt gondolom, hogy nagyon jó és sikeres együttműködést tudtunk kialakítani. Köszönöm a képviselőknek, a képviselőtestületnek ezt a támogatást, köszönöm a hivatali dolgozóknak, hogy nagyon sokszor segítettek, természetesen köszönöm a választópolgároknak, és számítok erre az elkövetkezendő időszakban is.